Hoztál nekünk egy csomó növényt, mutogass már be, légy szívesen, hogy miket hoztál, miket érdemes kivenni, mert el fog szaladni az adásidőnk. Ez igazából az, amit beszéltem a dédapámnak a sírjáról, ilyen ültettem be. Tehát ez egy kipróbált növény, ez a tarackoló kékgyökér, ugye fantasztikus, és az benne az izgalmas, hogy az egész tavasszal, nyáron kicsit ilyen jellegtelen, kúszó zöld növény, de ezáltal nagyon jó fedi meg takarja a talajt. Ugye ez is egy fontos szempont, hogy hát a talaj az takarva legyen. Ugye hoztam most ilyen fehér köveket, meg ilyen mulcsot, nem tudom, hogy mennyire lehet rámenni, és mennyire lehet megnézni. Látjuk, igen, látjátok? A totálképpen. És hogy ugye sokan próbálkoznak, tehát az egyik legfontosabb, hogy takarva legyen a talaj. De mindig azt mondom, hogy a legjobb, hogyha növényel, élőanyaggal van takarva az a talaj, és ugye ez a növény, ez például ugye tavasszal, nyáron ugye zöld, és akkor utána ilyenkor fantasztikus ilyen bronzvörösre színeződnek a levelei. Tehát pont akkor, amikor kimegyünk a temetőbe, vagy az ünnepek alkalmával, akkor látszik, hogy mennyire fantasztikus, és akkor ez a szép kis kobarkép virága. Én azt gondolom, de javíts ki, mert talán most életedben először látod ezt a növényt, hogy ez egy eleganciát kölcsöz. Lehet, hogy most így önmagában egyedül talán nem olyan a hatása, de hogyha szépen be van futva mondjuk egy sírnak az oldalán, akkor ez bizony nagyon-nagyon szép tud lenni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok az ismérvek, hogyha most nyilván nem tudunk kitérni mindarra a 30-40-50 féle növényre, de hogyha ezeket csak megnézzük. Csak egy pár példát, hogyha mondasz jó, nekünk. Hát akkor igazából vannak ilyen különböző kis lassan növő kis fenyők, jó? Tehát ugye a fenyőket, az örök zöldeket, azt alapvetően nagyon szeretik. Sokan ugye keleti tuját ültetnek például, ami nagyon gyorsan. Egész egyszerűen azt ismerik, hogyha bemennek egy kertészetbe, és különböző ilyen piceákat, pinuszokat, ezeket ott összeválogatnak, akkor ezeket beültetik, és ennek például mondjuk, mit mondjuk ebben az évben mondjuk kb. Ezt az 1 cm-t nőtte. Tehát akkor ki tudjuk találni, hogy mondjuk ez 20 év múlva mondjuk ekkora lesz, az még ugye még mindig vállalható egy síron, és hát nem az van, mint mondjuk valamikor beültetnek egy lucfenyőt vagy egy ezüstfenyőt, hogy utána kinövi az egészet, és az ugye már nem nagyon lehet mit kezdeni.